A három régióból összesen 6 csapat. A Ferencváros, a Kispest, a Szeged, a Gyöngyös, a Szombathely és a Kozármislány U14-es korosztályú lány kézilabdázói jutottak az országos döntőbe idén. Az idáig vezető út azonban nem volt könnyű, hiszen a mindent eldöntő záróforduló előtt több csapat karanténba került, köztük a nyugati csoportból a rendező Nemesvámos is. A kozármislenyiek a játéknap előtt elhalasztottak edzéseket és önkéntes karanténba vonultak, hogy ki tudjanak állni, mert csak így juthattak a legjobb 6 közé. Hétvégén egy mérkőzést játszottak, amit meg is nyertek a Moson-Magyaróvár ellen. A karanténban lévő házigazdák elleni találkozót pedig a szabályok értelmében 10-0-ra nyerték, így a szombathelyiek mögött csoport másodikként jutottak az országos döntőbe. 5,5 éve kézilabdázom, és ez a hétvégei meccs nekem nem ment olyan jól, de viszont nagyon örülök, hogy feljutottunk a felsőházba. Az országos döntőben nem viszik pontjaikat a csapatok, úgyhogy újra kell játszaniuk a mislenyieknek a Szombathellyel is. Az a gárda lesz az országos bajnok, amelyik az 5 forduló 10 mérkőzése alatt a legtöbb pontot gyűjti. Én lassan 7 éve kézilabdázok, és szerintem is nagyon jó ez a csapat, és már nagyon összeszoktunk. És nem tudom, kiskoromban azért állítottak be a kapuban, mert magas voltam, és akkor ez így megmaradt. A 2008-2009-es születésű kézilabdázókból álló csapat magja 4-5 éve játszik együtt. Érkeznek hozzánk egyszer-egyszer új gyerekek, morzsolódtak le sajnos gyerekek, főleg az elmúlt 2 év Covid helyzete miatt nagyon sokan motivációt vesztettek. Én most augusztus 1-jével vagy 2-ával vettem át őket, előtte több kollégával is dolgoztak, legutóbb Tatai Tamással éppen. Egyébként alapvetően egy jó kis közösség, nagyon sok ügyes, nagyon sok tehetséges gyerek van, 3 részesei a Magyar Kézilabda Szövetség tehetségkutató programjának is közülük, úgyhogy van bennük fantázia, van bennük lehetőség. Kovács Tamás hozzátette, meglepetésként érte, hogy bejutottak a lányok az országos döntőbe, hiszen eredetileg 2 évben gondolkodtak. Jövőre ugyanis ketté válik a csapat, a fiatalabbak maradnak U14-esek, míg az idősebbek az U15-ös gárdát erősítik. Mindkét együttessel megcélozzák az országos döntőt, és titkor remélik, hogy valamelyik korosztályban érmet is szereznek, ami extra bravúr lenne a vezetőedző szerint.